A Modern Városok program elmaradt beruházásai és napirenden lesznek a hétfői soron kívüli közgyűlésen. Mint ismert, 2015-ben Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Nagy Nagykanizsán egyebek mellett új konferenciaközpont, versenyuszoda és sportcsarnok épül. A tervekből eddig a Kanizsa Aréna valósult meg. A legutóbbi közgyűlésen szólalt fel Fodor Csaba a Modern Városok programban lefektetett ígéretekkel kapcsolatban. A frakcióvezető azt kérte Balog László polgármestertől, hogy keresse fel az érintett minisztériumokat, valamint a beruházásokért felelős BSMK és érdeklődjön arról, hogy az immáról 7 éve bejelentett fejlesztések mikor valósulhatnak meg? A 19. es udvar tekintetében azért fontos, mert az egy rendkívül értékes belvárosi ingatlan, ahol most sikerült ideiglenesen egy parkolót kialakítanunk és rendeznünk valóban azt a teret, de ott van a régi nyomdaépülete, azzal is szeretnénk valamit kezdeni, és ha a kormányzat ezt kiemelt beruházásként kezeli, és, akkor nem, és, med, és blokkolja ezeket az ingatlanokat, akkor borzasztó nehéz új fejlesztési elképzeléseket a város kigondolni, hogy nem tudja, hogy mikor mi lesz ezekkel. A többségben lévő frakció számára fontos lenne, hogy információt kapjon a területek használtságáról. Fodar Csaba azonban úgy fogalmazott, egyelőre csak reménykedhetnek a gyors válaszban. Sok reményünk nincs, mert ez nem csak Barog László múlik nyilvánvalóan ő neki. Polgármester úrnak a dolga az, hogy megírja a levelet, amit megfogalmaznak annak megfelelően, milyen döntéseket hozott a testület, és ezt továbbítja. Na most az, hogy a, a címzett erre mikor ad választ, vagy mint ad választ, ezt, ezt, mondjam, ezt, nem tudjuk most megmondani. Tehát én abban bízom, hogy legalább annyira, tart, annyira kezelik partnerként a várost, hogy ezek a beruházások, amelyek a várost érintenék, arról a város lakossága is megkapja a kellő pontos valós információkat. Balog László közösségi oldalára feltöltött képek szerint a napokban nagykon is eljárt Navracsics Tibor. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszterrel való egyeztetést már tavaly szeptemberben kérte az Éve frakció polgármestertől. A témával bővebben foglalkozunk későbbi Napikon is a című magazin műsorunkban.